Szevasztok, szevasztok, srácok! Most a Modern Warfare PS5-ös nyílt bétájával fogunk játszani. A szemfülesek azok már nyomhatták, pontosabban nem csak a szemfülesek, hanem azok már nyomhatták korábban is a bétát, akik előrendelték a játékot. PS5-ön, természetesen PS5-ön lehetett nyomni korábban. De hogyha PC-n szeretnétek játszani, akkor azt majd jövő héttől meg tudjátok tenni. Ugyanis szeptember 22-től mindenki játszhat, aki ugye előrendelte a játékot. 24-től pedig bárki, teljesen ingyen és bérmentve, 24-től open beta lesz minden platformon. Úgyhogy ha esetleg szeretnétek kipróbálni, lehetőség lesz rá. Én egérrel és billentyűzettel fogok játszani, hát nem tudom, hogy milyen lesz most. Nem nagyon játszottam még konzolon egér billentyűzettel, főleg azért, mert eddig nem ismerte fel a konzolom a billentyűzetet, és ilyen, hát meg kellett nyomni a billentyűzetemen egy kis lakat gombot, meg az escape gombot egyszerre, vagy a kis lakat gombot és a funkció egy gombot egyszerre, 5 másodpercig, és akkor lerezetelődött a billentyűzetem, és most már jó minden. Hogy ilyet miért kell megnyomni, hogyha nektek is Corsair billentyűzetetek van, vagy esetleg valamiért nem működik, akkor érdemes utána nézni, mert vannak megoldások, és meglepett, hogy erre ilyen fura megoldás van. Mert hogy a konzol kiírta, hogy a billentyűzetem csatlakozott, de hát gombokat nyomni azt úgy annyira nem tudtam rajtam. Na de, mi van ebben a bétában? 4 pálya és 5 különféle játékmód. Hát én azt mondom nektek, hogy igazából ne húzzuk itt az időt, menjünk bele egy meccsbe, aztán pedig majd megnézzük, hogy mik vannak. Neked az van, de nem kellett ilyet csinálni? Nekem kellett, meg kellett nyomni kis lakatot, meg escape-et egyszerűen, nagyon furi volt. Nagyon furi volt. Majd megnézzük, hogy milyen fegyverek, meg operátor beállítások vannak. Csak úgy voltam vele, hogy menjünk gyorsan egyet először. Hát a store-ban ne lepődjetek meg, hogyha az előrendelést találjátok. Így van, van magyar operátor. Menők vagyunk. Menők vagyunk. Amit tegnap olvastam, az wow, hogyha bármit beszélsz, azt más is hallhatja. Én is olvastam valami ilyesmit, de csak a cikknek a címét, de hát ezt olyan izének találtam. Ilyen clickbaitnek, aztán ki tudja. Open voice-on vagy, de hát nem tudom, srácok, így itt van nekem. Audio beállítás, voice chat off. Vagy most nem tudom, mire gondoltok. Hogyha nem kapcsolom ki, akkor... Tényleg. Tényleg! Láttam. WTF. Ez ilyen dobhártya szaggatos. Egy első blikre. Dobhártya szaggatos. Ja, látom, hogy a voice chat kikapcsolás nem működik. Akkor tényleg, ez nem volt clickbait. Az a helyzet, hogy olyan rég játszottam az előző Modern Warfare 2-vel, hogy nem tudom, hogy ez a pálya most újnak számít. Vagy ezek teljesen új pályák, vagy most ez hogy van. Ti tudjátok esetleg? Itt balra tőlünk biztosan vannak. Új pályázak nem voltak. Embertelen sokat áll. Én is sokat Modern Warfare 2-ztem, de egy pályára... Talán egy pályára emlékszem, amikor két emeletes épület volt egymással szembe, és egy nagy tér volt. Ennyi rémlik, srácok. Ott ilyen kapturációs dolgok vannak a cén.
nagyon furcsa amúgy a célzás így a konzolra csatlakoztatott egérbillentyűzettel. Nekem nincsenek jó beállításaim. Ez az orosz pálya van? Aszta! Micsoda a flash effekt. Kérem szépen. Ja, hát ugye az is furcsa egyébként, hogy ugye ha 60 Hz-en vagyok, és teljesen máshogy érzékel. Máshogy érzékeli az érzékenységet. A PS. Sziaszti! Üdv mindenkinek, srácok! Persze, nekik már UAV-jük van. Persze. Olyan doboz hangok vannak, vagy nem tudom, olyan fura a hang. Így elsőre. Nektek nem? High Rise volt a pálya neve. Azt mondják, a második évre jött az összes régi MV2-es pálya. Ah. Wow, micsoda pozi. Iha, van baj. Hogy lehet szerintetek eljúzolni a gadgeteket? Tehát, hogy mire lehetnek bindolva? Olyat találtam, hogy ütök az egér alsó gombjával, oldalsó alsóval. A másikkal meg mountolok. Meg pingelni tudok. Meg van valami X-em, ez mit csinál? Ez heal-el? Q34E, köszi szépen, Rizsi. Hát nem csinál semmit se a háromra. Na, a Q-val meg csinál. Ez a hosszú távú lövöldözés, ez nem megy. Ezt a fegyvert nagyon nehéz letartani. Távolra. Hát én azt hittem, hogy itt valaki google, de nem. Ötös. Az ötössel se csinál semmit. De van egy shotim. Tű, de csúnya volt. Hány map van most a bétában? 4 map, 5 játékmód. Na hát csak meghal. Nézd meg, hogy kempelt. Azta! 1080p-ben nem 120 Hz-en megy a PS5. Nem tudom, megmondom neked őszintén. Nem tudom, hogy menne 1080p 120 Hz-en. Lehet egyébként tudna. Az a helyzet, hogy nekem 4K-ban meg 1440p-be se lenne szerintem 120 Hz, mert ugye ahhoz már másik HDMI kábel kell. 2.1-es vagy milyen, és nekem azt a capture cardom már nem bírja azt a sávszélt. Köszi szépen a Hypeonaut beindítását, srácok. Ja, persze, hogy tudja a PS5 a 120 Hz-et, az nem is kérdés. Az nem kérdés, srácok. Az nem kérdés. Hűha, nem tudom. Tényleg modolni kell majd a fegyvert, mert nem lehet letartani távolra.
objective secure. Our modest fellowship expands. 4K120 az úgy megy, hogy... hogy olyan HDMI kábellel, srácok. Our modest fellowship expands. Meg kell majd nézni, hogy hogy tudok gránátokat dobni. Our modest fellowship expands. Praise the sun. DisplayPort a PS5-ön? Nem tudom, én nem tudok róla, srácok, hogy a PS5-ön lenne DisplayPortban. Köszi szépen Kizu az 5-ös feliratkozás, ajándékozást. Our modest fellowship expands. 1080p-hez meg 1440p-se kell 2.1-es HDMI kábel. Vágom, srácok. De jól tudom, az 1440p-s 1440p-s felbontás az még csak beta a PS5-ben, nem? Vagy már bent van hivatalosan? Tetszik amúgy ez a pálya. Az kevésbé tetszik, hogy a többiek sokkal jobban lőnek nálam. Sherry! Nagyon jó nyomod. Már benne van? Na, tök jó. És be lehet állítani 1440p-re, srácok? A PS-t. Basszus. Hú, és az E, amivel tudok dobálni. Aha, köszi szépen. Köszi szépen, így már működik. Aha. Na hát akkor ezt így megnézzük, srácok. Sorry, én nem tudtam, hogy a legutóbbi ES frissítésben már benne van az 1440p, a hivatalos. Mint hogyha láttam volna ott valaki. De lehet, hogy csak halucináltam. Ez már az új béta? Volt régi béta is? Én nem tudom. Ez most az open béta. Az biztos. Nekem az MV2, MV3 ugyanannyira tetszett. Ajaj. Nem tudom olyan finoman mozgatni az egeremet. Szerintem fölöttünk vannak. Kikaptunk. Na, 20 kill, 2 kapturálás. Na jó. Na jó. Szóval... köszi szépen Kizu az 5-ös ajándékot, és természetesen üdv mindenki másnak. Level 4, level 6 körül tudjuk modolni majd a fegyvert. Zsír. Nem vagyok konzolos, de a HDMI 1.6-ig jó a 120 Hz-ig. Hát ja, csak nem 4K-ba. Nem 4K-ba, srácok. Nekem ugyanolyannak tűnt a 3, mint a 2, és csak később vettem meg. Hát nekem is amúgy ugyanolyan volt. Na várjatok, átállítjuk gyorsan a PS-t. 1440p-re. Pillanat, türelmeteket kérem. Aha. 1440p kimenet tesztelése egyébként itt van. Ha valakit érdekel. Ide bejöttem, hogy beállítások, képernyő és videó. És itt van felbontás, 1440p. Hoppácska. Zárd be akkor. Teszteket fog lefuttatni?
Nem tudom, ezt most kikapcsolom nektek, nehogy így fájjon a szemetek, vagy valami hasonló. Köszi szépen mindenkinek, srácok, akik így támogattatok a... ...hájfonatban. Aha. Úgy néz ki, srácok, hogy működik. Működik az 1440p 120 Hz. Zsír. Na hát akkor... És már csak azt kell megnézni, hogy a... kódba így menni fog-e a dolog. Aha. Ez, srácok. Az előbb egy pillanatra. 1440p 120 volt, ez most nem az. Ez most nem az. De az előbb az volt, amikor kiírta, hogy unsupported signal. Szia Vodafuck, szia Léto, szevasztok srácok. Milyen eddig a játék? Jó, olyan kodos. De nem mondom azt, hogy ez most bármivel jobb lenne az előzőnél. Hát sajnos ez most így ilyen várakozós. Kíváncsi vagyok, hogy a játéknál álltál-e 60 Hz-ről 120-ra. Nagyon kíváncsi vagyok, mert most 60 Hz-en van a kijelző. Várja az adatközpontokat. Na nézzük. Jaj. Itt ilyenkor nem szabad esket nyomni, hanem rá kell nyomni a store-ra, minden igaz. Lehet a game settings-be is be kell állítani 120 FPS-t PC-n? Nem hiszem. Mármint, hogy én nem hiszem, srácok. Ja, itt nincsenek ilyen beállítások. Na, hát akkor erre kell rányomni. Home. Ugye? Így van, home. És akkor... A weaponöknél azt mondtátok, hogy majd level 4-től lesz modolás. Killstreakeket már most meg lehet nézni. A klasszikus UAV bombás drón. Counter UAV cluster mine. Care package, precision airstrike, cruise missile, mortar strike. Sentry gun. SAE. Ott a jó kis V-tól. Ott a jó kis V-tól. Overwatch, Halo, Wilson, Stealth Bomber, Chopper Gunner. Az is jó, cucc. Emergency Airdrop, Gunship, Advanced UAV és Juggernaut. Ja, hát mondom, ez olyan, mint amilyen eddig is volt. Hát most az, hogy V-ekölt customizálunk, nem tudom. Aztán, micsoda kocsi. Lesz olyan játékmód most a bétában, amiben van értelme a V-ek customizálásnak, srácok? Zimo. Cleo. Price. Fara. Nincsen? PS beállításoknál 120-ben van nyomva? Aha. Lenyomunk egy meccset. Itt van a Ghost is. Ott van, srácok. Ott van a magyar operátoratok. Ott van rajta a magyar címer is. A Fenderen. Néz ki, hogy ezeken ennyit lehet amúgy állítani. Ki lehet választani a szevasz. Na. Search and Destroy. Megyünk még egy quick play-t. Szóval a PS beállításoknál a 120 Hz az így automatikusra van beállítva. Úgy kérdezsők, hány videójáték támogatja majd az 1440p 120-at, mert újra visszaszokni az 60 Hz-re fájna.
Mármint konzolon? Konzolon akarod csapatni, Rizsi? Egy olyan animáció sokkal realisztikusabb, nem olyan, mintha a plastik játékfegyver dobálnál össze. Össze-vissza, mint a 19-es MV-ben. Komolyan? A PS előbeállításban a teljesítmény módba kell rakni. Aha. Nem tudom, 120 Hz-el indult el amúgy a játék, de most 60-on maradt. Úgyhogy majd még állítani kell rajta valamit, srácok. Ez ugyanaz a pálya. Nem? Nem. Ez nem ugyanaz a pálya. Na majd megnézem ezt a teljesítménybeállítást, amit mondtatok. De most, hogyha nem lesz 120... Mivel mondtátok, hogy be lehet állítani, én elhiszem nektek. Tetszik ez a pozi. Így már kevésbé. Köszi szépen, Zsolt, az info. Ó, de jó lett volna Mr. Lone-t lelőni. Na hát, itt közelebb is voltak. A hangok nekem olyan furák, srácok. De ez lehet, hogy a beállításaim miatt van. Ez a vakítás amúgy elég menőn néz ki. Kingslayer. Na, 4-es rank. Most lehet majd modolni, srácok. I've got your back. Oké, az nem ellenség. Na basszus. Szóval rátanyereltem erre a Battle Rage-re, vagy mi a manóra. Basszus. Na nekik már van UAV. Hűha. Nagyon nehéz letartani a fegyver, de ez lehet, hogy egyébként is, de lehet, hogy csak a PSS célzás miatt. Lett egy szupresszorom. Na hát, a pályának ezen a részén még amúgy sem voltunk, mondjuk most már mindegy. A Brawl mint is előnének. Ujjjjj.
Na, ott ketten is voltak. De legalább nem engem bombáztak le. Ez a Battle Rage, ez mit tud? Na basszus! Pillanatra elnézek! Nézzük csak, hogy csinálta. Ah, igen, pont elnéztem. Vagy egy sima gránát is bemeltett volna. Nagyon, nagyon fura a célzás, így lehet amúgy kontrollerrel kellett volna megpróbálni, bár akkor lehet, hogy kevesebb sikerem lenne. De hiába furák egyébként a hangok, azt azért meg lehet hallani, hogyha valahonnan jön az enemy. Hogy nyomja a kempet a srác? Ajaj, már tudják. Lehetett volna a kivégzés mi? Lehet csak a kiegészítő kiányi miatt rá ez ennyire a fegyet? Lehet egyébként. Jónak tűnik, de akkor miben új a régihez képest? Hát amit például Novin is elmondott, hogy sokkal részletes, realisztikusabb a fegyveranimáció, bár az a helyzet, hogy én azt annyira nem figyeltem még játékokban. Hogy milyen az animáció. De ez például tök jó. 0,92-es KD. Szánalmas. Most akkor próbáljunk majd beállítani, amit ti is mondtatok. Semtex Custom Loadout Perk. Na, ezeket oldatok fel. Illetve az M4-esünk, azt nézzétek. Hoppácska! Hoppácska! Valószínűleg amúgy ez a Custom Loadout miatt történt ez a sok feloldás. Na pillanat, srácok. Beállítjuk jól a PS-t, ahogy ti javasoltátok, ti mondtátok. Azt mondtátok, hogy beállítások, mentett adatok, igen, játék, aha, igen, ez teljesítmény módban van rakva, nézzétek csak, nekem így van beállítva. Úgyhogy még megnézek valamit. De hogyha nem megy, akkor hagyom a fenébe, srácok. Ja, és itt is a 120 Hz-es az úgy van beállítva, hogy automatikusra van rakva. Felbontás meg 1440p. Úgyhogy jónak kellene lennie a dolognak. Igen.
És igen. Nem tudom, lehet újraindítani amúgy a PS-t? Azt mondja, hogy... Tápellátás, újraindítás. Újraindítjuk. Biztos, ami biztos alapján. Tapasztaltam szerint a PSN a kod egér szenzi is kicsit más, mint PC-n, megéri lejjebb húzni a recoil miatt. Nekem az a gondol, hogy lejjebb volt húzva, de nagyon fura, nagyon más az egér szenzi. Geri, köszi szépen a 9 hónapot neked is, illetve nagyon szépen köszönöm Kizu a 7 hónapot, valamint Adria a második neked az ajándékot, köszi, hogy Dizsi harmadik hónapját lehetővé tetted. Megköszi még egyszer Kizu az ötös feliratkozás ajándékozást, és köszi a pergetéseket, srácok. Na nézzük. Na most 120 Hz a játék. Most meg már csak 60. Nem baj, srácok. Valamiért visszarakja magát a játék. A HDR-t ki kell kapcsolni. Nekem az alapból nincs. Nekem HDR alapból nincs. Tehát akkor a bétában nincs. Nem tudom, srácok. Így elindítom, 60 Hz-ra átmegy 120-ra, 120-ról pedig 60-ra. A Full HD monitort mennyire kínozza meg a 2K-ban, ha meg tudja jeleníteni? Hát nem bizony, meg tudja jeleníteni. Ja, biztos lesz benne 120 Hz. De én abban sem vagyok biztos, srácok, hogy itt csak nálam nincsen 120. Tehát, hogy amúgy valószínűleg van benne, és az meg 100%, hogy lesz benne. Na. Bom. És akkor nézzük a fegyvermodolást. 6-os szintű a fegyónk. Hát ugye csak egy berölünk van jelenleg, úgyhogy ez annyira kár hozzá nyúlni. Majd hogy kettő? Akkor elnéztem, bocsánat. Aha, ADS side speed, meg hip fire recoil control, aha. Damage range. Nem tudom, hogy erre most szükség lenne. Muzzle. Damage range csökkentés, de pontosabb lesz a recoil. Na, ez például nagyon tetszik. Recoil control. Ja, csak ezt még nem tudjuk rárakni. Hát akkor jöjjön ez először. Ha, hát ez mindenféleképpen jöhet rá. Magazin. Hát a 45-ös az én nekem nem kell. Feláldozni egy csomó mindent azért, hogy több lőszerem legyen. Wow. Lehet cserélni az alapját a fegyvernek? Az komoly mondjuk. A receivert. Receivert eddig nem lehetett módosítani a kódokban. Jól emlékszem, srácok. Nem hiszem, ezekre a kis pályákra szerintem nem kell nekünk ez a reflex. Hát nézzük meg, módosítunk egyet ezen. Jó, több dolog nem kell. És akkor nézzük, hogy mi közül lehet választani. Launchert meg handgunt. Aha. És akkor most modoljuk szét a kis pisztolyt is, hogyha tudjuk. Na hát például charmot már lehet rárakni. Sticker. Na tessék, felirakjuk stickerrel. Shock stick. Wow. Érdekes ez a shock stick. Flash grenade decoy. Ezt a shock sticket ki kell majd próbálnunk.
A letárisoknál van frag granát, proximity, termite, semtex, mehet egy proximity, és akkor a perk package. Na hát itt meg ilyen package-ek vannak, srácok. Nekünk a hunter van berakva. Itt ilyen csomagokban vannak a perkek? Jól láttam, hogy lehet sajátot is csinálni? Aha. Na, vannak ilyen alap perkek. Tök jó. Ez segíti szerintem a kezdőknek, hogy mégis mi a fenét csináljanak. De sajátot is összerakhatsz. Overkill, double time. Mehet a tracker. Az undi egyébként is. Sziasztok, azt meg tudja nekem magyarázni, hogy miért csak a Vanguardba lehetett eddig minden attachmentet feltölteni? Furcsánom, hogy ebbe a Modern Warfare-be is csak korlátozottan lehet felszerelni a fegyvereket. Hát, Herobert szerintem az nagyon overkill volt, hogy minden attachmentet rá tudtál rakni a fegyverre. Szerintem ez így sokkal jobb, hogy csak 5-ből tudsz gazdálkodni. Mondom ezt egyébként úgy, hogy most a kettőnek, tehát ezzel a játékkal még nem sokat játszottam. Scavenger? Hát nem tudom. Lehet, hogy amúgy ezt EOD? Hát nem is tudom, melyiket kéne. Strong Arma. Ó, meg lehet nézni, hogy hova dobnánk a cuccot. Nem tudom, ez mennyire jó. Legyen ez az EOD-os, ezt amúgy szeretem. Gyors reload. Spotolás, cold blooded, meta cold blooded. És ezek a bónusz perkek, meg az... Aha, nézzük csak. Ezt hol írja ki? A bónusz perk az mikor aktiválódik, illetve az ultimate perk az szintén az így. Mi a különbség a basic és a bónusz meg az ultimate perkek között, srácok? A Heeg Alert az nem. A Ghost az jöhetne, azt szerettem használni. Ja, mehet a Ghost. És akkor így én ezt szeretném. Most akkor ez így megvan? Ott van. Aha, ott van. Hát is lehet nevezni, vagy mit lehet itt csinálni? Aha. Lajos. Kész. Szóval ez lesz a Lajos csomag. És akkor... hogy tetszik eddig? Jó, jó. De várom, hogy PC-n tudjam nyomni. Field upgrade. Trophy system. Muníciós doboz. Nézzük meg, milyen ez a kamera igazából. Baj nem lehet belőlem. Jó, hadd szóljon. Tudunk állítani, hogy... Aha. Team deathmatch és domination van itt. Jó, nézzük meg ezt a... Aha, itt nincsen respawn. A prisoner rescue-ba. Knockout. Ott sincs. Hát nézzük meg, srácok. Nézzük meg ezeket a módokat. Az M4 modulásra meg tudod nézni, mikre lehet fejleszteni, van ilyen fa, hogy így mondjam. Ó, ez jól hangzik, Martin. Ez nagyon jól hangzik. Gameplay alapján nekem is amúgy annak tűnik, mint hogyha az előző Modern Warfare-rel játszanék, de ehhez még én keveset játszottam. Megint megy a voice. Valószínűleg megy amúgy. Ez nem az a gomb. Ez az a gomb. Most már nem megy. Köszi szépen, srácok, hogy szóltatok. Azt is megnézzük majd a third person módot. A Gunsmith-be, ha bemész, akkor jobb oldalt középen, vagy hogy, aha. Megnézzük mindjárt. Double time-ot kell használni, hogy XP-t szerezzünk, meg 5 kill kell a pisztolyjal. Hogy került ebbe a játékba egy magyar operátor? Nem tudom, srácok. Ezzel a móddal lehet, nem játszik senki? Egyébként.
itt mutatja a lobbit. Ez 12 fős mód, ha minden igaz. Ha jól láttam, persze. Nem emlékszem, srácok, hogy az előző Modern Warfare 2-ben volt a magyar operátor. Azt viszont tudom, hogy a Modern Warfare 2 megjelenéséig szeretném végigjátszani az egyet is. De hát ilyen nem történhet meg. Ilyen nem történhet meg. Nem akarom spamálni, de van-e olyan beállítás, hogy WoW? Az micsoda? Mi az a WoW beállítás? Ja, hogy WoW. WoW az van. Van FOV beállítás. Az volt gond a korábbi kodoknál, hogy nem került FOV beállítása a konzolos verzióba? Alapból amúgy 80-ra van rakva, mindjárt megmutatom srácok. Tehát knockout, keresünk, és akkor addig megmutatom nektek a beállítást. Grafika, és ott van FOV. Tessék, FOV. Van. 60 és 120 között lehet állítani. És tök jó ez a quick settings. Tehát itt rányomsz, és akkor itt azok a beállítások vannak, amik így hirtelen kellhetnek. Ez tök jó. Eddig nem volt konzolon FOV? Na hát most van, srácok. Most bizony van. Volt eddig is? Én nem tudom, srácok, nem nagyon játszottam a konzolon, de viszont azt tudom, hogy voltak gondok, hogy bizonyos játékok nem kaptak FOV beállítást, például a Siege sem. Tehát a Siege-nek sem volt FOV beállítása sokáig. Azt hiszem idén hozták be. Vagy legalábbis nagyjából egy éven belül valahogy. Szekurálni kell a csomagot, srácok. 5v6. Ujjjj. Ne! Team! Le kell hozni! Le kell hozni! Egy ember él! Kösz! Ott is van! Mit tud az, akinél ez a csomag van, srácok, egyébként? Ú, az én vagyok. Ez én vagyok. Ú. Pontot gyűjt, aha. Secure the package. Ground down the enemy. Hostile UAV in the area. Planting mine! Covering your six. Ujjjj. Pont. Reloading. Changing mags.
Ott is van! Ott is van, srácok. Még egy win. Tök jó, hogy fel lehet szedni a csapatot. PC Open Beta 24-től lesz. PC előrendelői Beta 22-től. Ez pedig a bárki számára elérhető PSS Beta, amit én nyomok. Egér billentyűzetten. De, vagy rosszul mondtam amúgy az infókat, srácok, hogyha hülyeséget mondok, nyugodtan javítsatok ki. Tudja. Throwing shock stick. 30 seconds left. Oh. Bekerül a izé? A Lynx is a... Mert hogy az is benne lesz a játékban. Wow. Ez nagyon menő, Kizu. Jól mondtam? Akkor jól van. Köszi szépen, srácok. Na nézzük. Wow. Wow. Mi ez a kis kamera? Wow. Ott is van! A bétánban is elérhető a magyar fegyó? Ez mondjuk nagyon jó, hogy lehet pingelni a kamerával, a szkadba írtva hasznos. De csak úgy lehet pingelni, hogy, hogyha így ott van a marker rajta. Az a kis négyzet, akkor lehet rápingelni. Üdv mindenkinek, srácok! Agyon, tehát hogy meg kell őket alázni. Ez mi? 6v3? Hát akkor meg kell az enemit alázni, nem, srácok? Oda. Egy helyre, egy saját. Én csináltam? Remélem én csináltam. Jó, első srácok. Ne! Hát ez mi? Izé, egyértelműen belopta a Play of the Game-et. Ott is van. 9 kill, 1 halál. Mortar Strike. Counter UAV. Ez a mód amúgy nekem tetszett. Szia, Krikics. Nem tudom, hogy a Siege-ben miért nem tudod meghívni a másikat. Nem vágom, hogy mi lehet a gond. Hú, nem is tudom. Azt mondtátok, hogy nézzünk meg a másik fegyvert? Tudunk másolni? Tudunk másolni.
ez lesz a Custom Loadout 2. Az hiszem nem vagy 2. 2. Őt nem lehet írni. 2. És akkor mondtatok valami fát. Valami fát is. Mindjárt megnézem, hogy az hogy kell, mint kell. Aha. Hát nem tudom, itt azt mondja, hogy le van zárva egy fegyver, valami pedig a level 16-nál lesz elérhető. Level 25, fenek. Shotty az már elérhető most is. LMG-ből 11-es szinten, a Marksman Rifle-nél pedig 23-ason. A Sniper-nél pedig, hát az is 20-ason. Aha. Hát akkor az AR-ek közül tudunk játszani az M4-jel, majd tudunk játszani ezzel a Kastov 74U-val. És mindjárt megnézem ezt a fát, amiről beszéltetek. Gunsmith, Customize és Progression. Aha. Na mindjárt megnézzük akkor ezt is. Természetesen szét pakolászuk ezzel az egyetlen stickerrel. És Progression. Na! Nézzük csak, mit mondtatok ezzel kapcsolatban? Azt mondtátok, hogy... Húha, pillanat. Mikre lehet fejleszteni? Tehát, hogy ez elvileg, hogy mikre lehet fejleszteni a fegyvert? 12-esen F-tak Recon-ra. Illetve majd... Aha, és ez egy AR, az pedig egy Battle Rifle. Ez pedig egy 61%-os M4, ami nem tudom, hogy mit jelent. Ez egy LMG, az pedig egy AR. Tehát lesz majd, így lesz majd M16-unk? Aha. Érdekes. Ez a kettes, ez mit csinál? Ó. Jézus, atya úristen, srácok. És hogy megyünk arrébb? Aha. Itt írja, hogy miket állokkolunk. Stock. Aha. Jó. Hát egy csomó mindent állokolunk az M4-hez. És gondolom, hogyha ez meg lesz 100%, akkor örülünk. 19-es szint. 19-es szint lehet a max az M4-ből? Ezek szerint? Vagy csak a demóban 19-es szint? Itt mondtak, srácok. Ú, de jól néz ki, ahogy ott van benne. A weapon case-ben. A bétába csak. Oké, okay, jól van. Meg kell találni a túszt. Igen, ki kell hozni. Így van, oké. Okay. Ki kell hozni élve. Vagy meg kell védeni, nincsen respawn. Mert a prisoner rescue. Bétába, aha. Ha megvan 100%, akkor mehet a skin. A prisoner az nagyon jó, tetszeni fog neked. Aha. Mindent is tudok, kérdezni nyugodtan, hétvégén belement 10 óra. M16 Burst Star. Oh. Az M4-et tudod átalakítani. Aha. Ezzel a receiverrel egyébként? Ha a receivert változtatom rajta, akkor azzal változik az M4-ünk. Ugye megnézem. Tehát R-re nem, ez R. Aha, és akkor aha, így lehet majd változtatni, hogy a receivert állítjuk. Zsír. Te nem tudsz semmit, Connor? Na jól van, akkor kérdezek majd tőled is. És itt is lesznek majd ilyen challenge-ek, mint az arany skin, meg ilyenek? Ujjjjj. Most ez micsoda? Ha, Switching Sides. Nekünk kell most védeni, és a gonosz ellenség pedig jön. Gonosz ellenség pedig majd jön, hogy elvigye a túszt. És itt is van társfelszedés.
reloading! Hat vagy egy. Hoppá. Állítólag bágos az állok. Ajaj. Azt mondja, nagyon kíváncsi leszel? Hát én is, nekem ez lesz a, hát mondom, az a terv, hogy a megjelenés előtt újra játszom a, mert nem újra játszom, hanem eleve játszom az MV1-et, mert nekem az így nem volt. Én csak a co-op missionöket nyomtam a Modern Warfare-ekben. Na basszus. Úgyhogy ezt is szeretném majd így a sztoriát végigjátszani, meg majd az egynek is. Aha, aha. Egyet is, meg a kettőt is végig akarom játszani. Ott volt a sarokban. A UAV jelzi, hogy valaki ott van a sarokban. Itt van mögöttem. Hú, de itt látszódik az ellenség fobia, vagy ez hogy van? Itt van velünk Ricsi Hú. Lesz volt bizony. Meg lesz team, egyedül van. Mi ez, amit itt látunk bal oldal, srácok? Mi ez, ami itt van? Ez az operátor? Válkamera! Aha! Aha! Én nem értettem, hogy mi ez a nézet. Az a gond, már 1v2 van, ameddig itt a srác akciózik. Ó, ez nagyon furi volt. Én időrendi sorrendbe viszem ki a kodokat, már a World War 2-nél jár. Wow. Én nem nagyon játszottam kodok sztoriával. Az egyet meg az UO-t nyomtam. És aztán meg nyomtam a co-op missionöket. És a Vanguardot meg a Black Opsot játszottam. Az újakat. Recon flyover. Copy that. UAV is on station. Flash grenade. Mit csinál a csapat amúgy? Mit csinál a csapat? Amúgy fel tudna szedni. Mit jampiskodik itt egyedül? Mindjárt 1v2 lesz.
activated. Covering your six. Ott is van! Ott is van! Sziasztok, a hétvégi PC bétát csak azt tolhatják ki, előrendelte? Az első két nap az előrendelőké, utána pedig mindenki játszhatja. Hú. Ott is van! És úgy vagyok amúgy első, hogy most csatlakoztam be. Árkör. Árkör. Menj már innen! Nem jó. You are all that's left. Finish the mission. Francba! És egyedül voltam! Mit csinál a csapat? Mit csinál? Ez a beta itt PSN még előrendelős, vagy már mindenkinek mehet, akinek van PS? Mindenki. Ez már open beta, srácok. Mindjárt belinkelem amúgy a képet, akinek esetleg kérdéses. Vagy aki tudja, nyugodtan belinkelheti a képet, hogy mikor kinek elérhető a beta. Ó, basszus, ez a flash. Ez a flash nagyon kemény. Mértem, hogy az ilyen kereseket mert a Google-be írjátok be. Értem, hogy ez egy posszi, mert mindegy, két percenként jön valaki és megkérdezi ugyanazt, vagy nem csak a kód honlapján, az összes gamer oldalon is megtalálható. Hát lehet nem értik, hogy mi van odaírva. Most ki volt fogyva a srác? Szenzi hanyason? 15-re felhúztam a Szenzit. Köszi szépen kollektíva, hogy megmutattad azt, hogy miket lehet feloldani. Azzal, hogyha a bétával játszotok. 19 kill. Ki ez a srác? Ki ez a srác? Nagyon jó amúgy. Nagyon jó srácok. Hogy nyomják a srácok, Jézus! Hostile UAV in the area.
Nyomod, Tess, nyomod. What's your brother? Chasing mag! Basszus! Nyomod, csapat, nyomod. Bízom bennetek. Fölszentetnél? Vol, Zeit, Zicke, vegyél fel! Res, please, res! Na! Nézzétek meg! Top 1 játékos nem veszik fel, srácok. Maguknak akarják a killeket. Hát most mondjátok meg! Nézzétek meg! Nem akartak. Nem akartak felszedni. Szia, Phoenix! Mindenkinek, srácok! Nagyon fura ez a spectate kamera? Nekem is amúgy. Mint hogyha bugos lenne olyan, de hát amúgy nem bugos. Csak fura. Nagyon jó a játék. És belefutottam, srácok. Srác végignyomta a Prefire-t, azt meghaltam, mint egy noob. Hát, hogy mennyivel másabb, mint az előző, nekem nem tudom, Istok, nekem ez ugyanolyan, mint az eddigiek. Én szeretem a kódokat. Az alap gameplay ugyanaz, most az, hogy mennyibe fancy-ba játék, én ezt nem vágom, srácok. Hogy őszinte legyek. Ez most mi volt itt? Megmondom őszintén, annyira nem néztem utána. Azt mondtátok, hogy a fegyver sokkal valóságosabb a fegyver. Mit mondtatok? Valami ilyesmit. Ja, van valami third person-ös mód, de azt én még nem próbáltam. 400-400. Ajaj. Kicsit olyan, mint a kod készített reálisabb gémet akartak volna csinálni. Ja, a fegyver animációt mondtatok, igen. Switching sides! Na. Ne, itt volt rajtam. Na, csak meglett. Csak meglett. 23 kill. Ez egyszerű kérdésre meg lehet válaszolni. Olyan nervgen érzése van a fegyvereknek, mint a Cold War-ban, vagy ütős, mint a Vanguard-ban. Az helyzet, hogy én a Cold War-ra, nem tudom, nagyon-nagyon keveset játszottam. Na ez már én vagyok, 3-as KD. Nem tudom, nekem ez a kód olyan, mint az előző Modern Warfare, és nem olyan, mint a Cold War, az egyszer biztos. Nekem ez olyan Modern Warfare-es. Ugyanolyan maradt. Ugyanúgy élvezem. Nem lett rosszabb, nem érzem rosszabbnak egyáltalán. De jobbnak se érzem. Jobbnak se érzem. Na, mit akarunk csinálni? Loadoutot módosítani. És ki tudjuk próbálni ezt az AK-t. Így van. Jó, teszünk rá. Gyors a time to kill, recoil elég durva. Uh-huh.
Nekem a Cold War annyira nem tetszett. Legalábbis a multia. A Vanguard az jó volt. A Vanguard az jó volt, srácok. Nekem speciál tetszett. Na, néztünk Knockoutot, néztünk Prisoner Rescue-t, és ez a Prisoner Rescue amúgy nekem nagyon tetszett. Nézzük meg a Search and Destroy-t, hogy milyen. Nézzük meg. Két szériát más-más fejlesztő csapat csinálja. Ez egyenes folytatása a Modern Warfare-nek, a motor, a fegyver animáció és sztorit tekintetében is. Igen. Így van. Hát csípőből öltem valakire Point and Blank az előbb, és ment a lőszer mindenhol csak bele, nem? Mondjuk engem, főleg a Warzone 2 érdekel, hogy majd elmennek ezzel is olyan irányba, mint az egy vagy nem. Nem tudom, nekem a Warzone-nal az volt a legnagyobb gondom, hogy az első pálya az nekem nagyon-nagyon tetszett, és amikor már elkezdtek változtatni rajta a Cold War-ral, meg a Vanguard-a, nekem az nagyon nem tetszett. És nem azért, mert hogy ugye változott a Warzone, nekem azzal nem volt gondom. Azzal volt gondom, hogy az a pálya nem tetszett. Nekem a Modern Warfare-es Warzone pálya az, ami nagyon tetszett. Volt ott minden metró, bunkerek, minden hülyeség, nagy volt. Ezek az új pályák meg olyan egyszerűk. Ez ismerős. Ezen voltunk eddig is, nem? Ez a Farm 18. Ja. Eddig csak kettő pályán voltunk a négyből. Mondjuk lehet azért már, hogy a másik kettő pálya az nagyobb, vagy én nem tudom. Mindenki visszasírja valamiért a Verdanskot. Nem tudom, nekem az sokkal jobban tetszett. Sokkal jobban élveztem a Verdanskot. Defendelnünk kell. Ah, és itt nincsen respawn, ugye? Meg nem is lehet feltámasztani. Ó, basszus, ez elég szíves van. Itt szerintem nincsen feltámasztás. Amúgy tényleg nagyon fura ez a kamera, srácok. Legalábbis abból a szempontból fura, hogy így ott a karakternek a buksia. Oké, talán az új map miatt hagytam abba a Warzone-t. Hát ez hagyján, de láncskor, meg lánc után is egy hónappal a hang bugok voltak. Nekem nem tudom, emlékeztek, amikor kipróbáltam az új Warzone pályát, akadozott a hang. Tehát tudtam játszani a játékot, de akadozott a hang. Borzalmas volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a Warzone 2 milyen lesz. Reméljük, hogy nem szúrják el a láncsot úgy, mint... Ott volt a háztetőn, nem? Az útcsó. Ja nem, az csak egy... Mi halt? 30 seconds remained. Én szeretem azt, hogy felmész egy játékkal játszani, és ugyanaz, ami egy hete, egy hónapja, egy éve volt a live service korábban, mert... Délután más lehet egy játék, nekem aki nem egy COD szerveren éli az életet, nagyon irritáló és elveszi a kedve a játéktól, hogy minden alkalommal újra kell tanulni. Egy estét játszani, még valamivel. Aha. Meg tudom amúgy érteni ezt. Most ő mit csinál? Tehát, hogy ezt most miért csinálja? Nyomunk rá egy reporton. Aha. Ezt miért reportolja, érted? Nem lehet, nincs olyan indok. Nem tudom, Coxy, hogy milyen amúgy a lépés hang, de most például bármennyire is doboz hangja van a játéknak. Nekem legalábbis fura. Hoppá, ezt rosszul csináltam. A lépés hangokat, azokat jól hallom. Ezt fel lehet venni? Aha. Audio beállításaim milyenek? Hát azt tudom, hogy be van állítva fülesre.
a hős. Így játszom vele. Töröltem fotkos az ember, tölt, printer, sprinter, egyszer csak hátba kap. Aha. Basszus, túl sokan voltak itt. Ez a DMZ mód az olyan lenne, mint a... Leszedi? Azt hittem, hogy leszedi. A DMZ az olyan lenne, mint a Battlefield, az új Battlefieldben az a PvE mód, nem? Szegény OF, aki az előző körbe trollkodott, most így nem csinált semmit. Ja, Hazard Zone. Ez a fegyó egy modern kala? Aha. Legalábbis szerintem igen. Az ellenséges csapat nagyon jól nyomta. Nagyon-nagyon jól nyomta. Rászaladt ára. Lerakták, szevasz. Az helyzet simán... Simán hátba támadhatnak. Valaki már jön is hátba. Asztalat. A kemoterápia csúnyán megadta nekünk. Ajjaj. 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 Hát azt kapta a headit. Azt kapta. Megdobosz hangja? Na, mindjárt megnézzük majd amúgy a beállításokat. Marci! Köszi szépen a 14 hónapon. Működik-e a slide cancel? Ez ilyen professzionális dolog. Édes Isten, mit nyomtam meg X-et? Én nem tudok ilyen profi dolgokat csinálni. Beregenek Marcinak a szvegánk. Szegény srác. Hát most nagyon-nagyon csúnyán kapjuk. Stand by. All Strasar devices set. Stand by to detonate.
Ott is van! Így izé, futottam, nyomtam a hasalást, és így levetődött a karakterem. Ja, azt néztem én is, de mondom, biztos csak valami izé, képzelem, vagy valami hasonló. Egy már elszaladt. Ezek a srácok már megint leültettek. Ötvékettőre kikérjem a UAV-t, szerintem felesleges, nem? Aha, basszus. Átúroljat, remélem, hogy... Hard mode lesz-e még valaha? Miért megszűnt, srácok? Nem tudom, ezeket, ne haragudjatok, ezeket a kérdéseket nem tudom hova tenni. Most komolyan? Milyen a egérbillentyűzet félsen működik gond nélkül? Hát, nem mondanám, hogy működik gond nélkül, az én billentyűzetemmel volt gond. Meg kellett nyomni egy különleges billentyű kombinációt, hogy így működjön a dolog. De így, hogy már megnyomtam, így már minden pöpec. Minden szuper. Nekem meg kellett nyomnom a ilyen kis lakat gombot, meg az F1-et egyszerre, és úgy átállt ilyen, nem tudom, ilyen PS módra, vagy nem tudom. Csak hogy rég volt, vagy nem. Hát igen, rég volt, igen. Ha vannak ilyen játékok, amikbe lehet együtt játszani, akkor azokat játsszuk együtt. De így a legutóbbi közös játék az a COD volt. COD elmúlt. A Siege is elmúlt. Basszus. Nem játszunk játékokkal, amit nem élvez, mint az öt ember. Kár, hogy ezt hetente több alkalommal is el kell magyarázni, srácok. Első beállítása nekem is ez volt, de most már jó az egérbillentyűzetem, PS-en nálam is. Ja, így első alkalommal nekem fura volt, de most így működik jól a dolog. Annyi, hogy itt villog a scrollokom, az nem tudom normálisan. Miért van bal kézben a fegyver? Mert a kamera, a karakter kamerája, a spectate kamerája az így vállon van. Én játszottam a Vampiros Royale-al konkrét, még amikor először lehetett vele, ez ilyen tavaly október, vagy nem is tudom mikor volt. De annyi nekem elég is volt. Hogy végignéztem?
hogy végignéztem. Oh, megcsinálták a srácok! Jaj... Neked is az F1 meg a lakat kellett? Mi ez a... Tehát ilyet miért kell amúgy? Mit csinál amúgy a billentyűzettel ez az F1 meg a lakat gomb? Van nagy fov, hogy nem használod. Nem tudom, nekem olyan undorító olyankor a játék. Mármint, hogy én nem tudok nagyon nagy fovval játszani. 15 kill, 6 halál. Hát, ez lehetett volna jobb is. Bam, 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 bam! Én is kis fovos vagyok. Én nem a minimális fovval játszok, de ez a izé... Tehát én 80, azt hiszem ez alapbeállítás. Talán amúgy még 90-re szoktam felhúzni, de a nagyon nagy az nekem már olyan, hogy így nem látom az ellenséget a távolban. 90-es for forever? Azt hiszem 90-essel szoktam játszani. De a 120 az nekem már sok, a 110 is, talán még a 100 is. Sziasztok, nekem is a billentyűzet problémával a kódban, a játékon belül lakat F1-et kell nyomni, vagy a PS menübe. Hát nem tudom. Szerintem a PS menüben, én a PS menüben nyomtam. Monitor függő is, mert a nagy a monitor, mert simán a nagy fog. Nem tudom, 27 szolos monitor az már elég nagy, nem? Nyomunk még amúgy egy Search and Destroy-t, mert ez tök jó. Nem tudom, ti szeretitek a Search and Destroy-t? Basszus, későn vettem észre. Best? Én nagyon-nagyon szeretem a Search and Destroy-t. Mondjuk csapattal az igazi. Majd a hard móddal úgyis nyomjuk, srácok. Ha amúgy a hard módos meccseket várjátok, hard módos streameket, megjelenik a kód, csapatjuk. Csapatjuk. Az biztos, hogy év végéig meg lesz a program. Távol vagyok a monitortal? Lehet is tag. A low gomb az nem a function lockokkal lenne? Megmondom őszintén, gőzöm sincs, hogy mit csinál a kis lakat gomba billentyűzetemen. Milyen az új kod eddig? Nekem olyan, mint a Modern Warfare. Szórakoztató. Ugyanaz a feeling. Ugyanaz a feeling. Tippenem kell, akkor lakatot tesz valami. Hát most, hogy mondod, Connor, valóban. Lezárja a billentyűzeten. Igen? Vagy az adott gombokat. Aha. És fura, hogy lakat gomb meg a funkció egyet kell nyomni. Ez mekkora személyiség volt már. Ja, nekem így semmibe sem másabb. Mármint azon kívül, hogy in-game, semmibe sem másabb a játék, menübe azért számos feature jött. Úgyhogy azt nem lehet letagadni.
Aszta. Hát a Sonic az elkapott. Béna voltam. Hogy tetszik a játék? Rohadt jó. Hozzá, amit a Modern Warfare hozott. A srác, jól látom, hogy GL-el nyomja. Ez micsoda? Tehát, hogy értem, hogy mit tudom én, deathmatchbe meg in deathmatchbe GL-ezik, és mondjuk arra is azt mondják a játékosok, hogy fúj meg de hogy így Search and Destroy-ba GL-ezni? Édes Istenem. Nem tudom, nekem nem rémlik, hogy így a kodos optimalizálásokkal nagy gond lett volna. Mármint, hogy így az utóbbi kettő kod esetén, a Vanguard meg a Black Ops esetén, a Modern Warfare-nél azért voltak gondok. Megvetted Steam-en? Én még nem. Én még nem, pedig amúgy... Egyetlen egy dolog miatt nem vettem meg. Mert megveszem. Azt kapok egy kódot az Activision-tal. Azt hova teszem? Hova aktiválom be? Smurf accountomra? Sosem pazarlás, ugye? És nem akarok pazarolni. Te is pontosan így vagy vele? Itt vannak. Jézusom! Ez az X, ez nem jó. Ez az X, ez nagyon nem jó, srácok. Ezt a cuccot az X-ről át kell raknom, mert fat fingerelem folyamatosan. A kapott kódot nem lehet kisorsolni, srácok. Az a helyzet. Az... 99%-ban sajtós kód. Ja, ez a kamera cucc, ez jó amúgy. Hát főleg egy Search and Destroy-ma. Sajtos, igen. Cheetos sajtos. Bunny, köszi szépen a 100-as shield. Emlékszem, annól megvettem a Cold War-t, első pályán nem tudtam tovább menni, egyrészt crash-elt. Ó. Nekem szerencsére nem volt gond se a kampánnyal, se a multiban. De jó lenne távolra lőni. Amúgy azt vágjátok, hogy ez egy modoratlan fegyver. Asztalol. Na jó. A Bén volt az útcsó. Ja, ott van. Teljesen előrendeltem hajra a felesbe a Volt Edition. Nagyon várjuk már, hogy full game-mel csapassuk. Elhiszem, srácok, nekem is. Én is nagyon várom, hogy kodozhassak. Imádtam a Modern Warfare-t. És ez... Én nagyon-nagyon sok reményt fűztem a 2019-es Modern Warfare-hez. Azt hittem, hogy azt így, hát ilyen, hát ahogy mondtátok, ilyen live service-essé fogják csinálni, és nem csak az lesz, hogy egy évig támogatják azt, hello, hanem hogy így azt csinálják, mint a Fortinál, hogy így nagyon sokáig van szupportálva, és hát nagyon-nagyon csalódtam. És valószínűleg ez egyébként a Modern Warfare 2-nél se lesz másképp, de most már legalább tudom, hogy ha ezeket megveszem, akkor legalább egy-két évig meg lesz a szórakozási. Jézus! Nagyon nagy a baj. Leültették, azt én a világ másik felén vagyok. Srácok! Szarban a haza.
Aj! Itt inkább már a taktikázás első, nem már, mint az az eszetlen rohanás és urás nem segít, mert lekapnak hamarabb. Ja, hát a Search and Destroy az igen. Search and Destroy az ilyen taktikázás, jaj. De hát a Team Deathmatch, a Kill Confirm, meg mit tudom én, milyen modok vannak, azok a futsz eszeveszettő piu-piu-piu-piu szalnak, igen. De vasz ma jó. Na, hogy is kell? Hogy kell? Pilot. Uha. Ezt a kamerát nagyon fura irányítani. A srác le volt spotolva. Nem, nem lőtt el senki. Tehát ilyenkor, ilyenkor végig van spotolva a kamerában. És így mutatja, hogy all clear, meg így mi van. Ez nagyon zsír. Ezt nem, nem ezt akartam. Mondjuk nem tudom. Nem tudom, hogy... Jaj, de én... Tehát, hogy én tehát, hogy irányítani szeretném a kamerát. Na mindegy. Na, és itt kempelt bent a sarokba. Siege copy! Bazzla. Pedig milyen jól el voltam a kamerámmal. Basszus. Amúgy, tehát hogy nem tudom, hogy most valószínűleg bénáztam, de hogy eldobtam a kamerát, és én bele akartam kukucskálni, és az ugyanolyan gombom van, az olyan fura. Bunny, köszi szépen az újabb támogatásodat. Na gyere. Mondjuk amúgy lehet, le kéne mountolni. Ott van a GLS. Jaj ne. Krúzáló misszálósok. Nagyon akartak engem, azt láttátok? Az gond. Ott is van! Ott is van! Ahogy ahhoz képest, hogy beta jól néznek ki az animációk. Valószínűleg azok már véglegesek az animációk, nem? A játékmenetben van-e említés, mert méltó változtatás? Szerintem nem nagyon van. Van? Srácok. Hosszan kell nyomni és akkor néz bele. Köszi Roland. Szia Miss Daisy. Mi újság? Lesz majd az új raid mód, arra is kíváncsi leszek. Az bent van, vagy majd csak bent lesz? Na, tehát eldobjuk. Úgy. És akkor ide jövünk a sarokba, és akkor hosszan nyomom. Kás! Megölték? Hmm.
Tudja. Ott is van! Amúgy nem. Igazatok van, tényleg van gameplayben változás. A futsz és nyomsz egy hasalást, az például egy elég jó újdonság. A kapaszkodás, tényleg az se volt eddig, igazatok van. Látjátok, itt nyomom a fake infót. Több változtatás is van a játékban. Kiszedtek. Sajá. Nekem az is bejön, ha a pisztoly másodlagos vegyó, akkor ha váltasz, nem teljesen rakja el a primary weapon, csak elkezdesz futni. Csak elkezdesz futni. Na, 14 kill, 6 halál. Köszi szépen, srácok, hogy itt vagytok a csetem, és kijavítotok, hogyha hülyeséget mondok. Én... Perpil... Alig tudok válaszolni valamire, annyira jó ez a játék, annyira jó, tehát annyira szeretem a Modern Warfare-t, és ez annyira hozza annak a hangulátát, hogy ez fantasztikus. Aha, magyar operátorral nyomom, hogyha éppen ott vagyok, igen. Zakika? Jó cucc. Igen, bal oldalra húzza a fegyvert, és jobb kézzel tartja a pisztolyt. Wow, amúgy ez elég király. Ez elég király. Na, srácok. Knockout, Prisoner Rescue, Search and Destroy volt. Most jött a Third Person Moshpit. Meg lehet fogalmazni, miben más. A srácok nagyba segítenek, de hogy így... Nehéz szavakban most összeszednem, mert hogy már az előbb elmondtuk, ugye? De egy nagyon röviden annyit tudok mondani, Zakika, hogy érthető, hogy miért hívják ezt Modern Warfare 2-nek, mert annyiba változott mind itt a menübe, a fegyver modolhatóság, ilyenek, ilyesmik, illetve az in-game-be, tehát az in-game így a változtatások olyanok, hogy érződik, hogy miért Modern Warfare 2. Tehát olyan változtatások jöttek, ami így indokolt, hogy azt mondjuk, hogy ez egy új játék. De amúgy megpróbálom majd összeszedni azok alapján, amit mondtatok, csak nekem ez így ez csak sok idő után tűnik fel. Én most, hogy mondjam nektek, nagyon-nagyon élvezem a játékot, és nehéz azt mondani, hogy de menő, hogy oldalra teszi el a primary weapon-t, miközben pisztollyal játszok, hát ja. Ez a third person mód amúgy jó, nektek tetszik? Nekem olyan fura. Mibe akadtam bele? Nektek nem jön be?
erre volt amúgy igény, hogy third personbe kodozzunk? Egyébként. Régi MV2-ben is volt third person. Hát... Az a helyzet, hogy én szerintem azt a módot sosem játszottam. Én azt a módot szerintem sosem nyomtam. Egyáltalán nem rémli. Ó, basszus. Aja, amúgy ez mindig jó, hogyha a játékmódokkal kísérleteznek. Hogy ott? Oha! Nem akartam nézni valamit a hangokon? De amúgy akartam nézni. Akartam nézni. Az a társam volt? Hoppácska. Kevésbé vagytok rosszul, hogyha van third person nézet. Hát akkor már megérte. Na basszus! Az ott mi volt? Kaptam nagyon. A hangok egyelőre nagyon... Nekem nagyon furák a hangok. Nem tudom, ti így hogy halljátok. Nem tudom, hogy ez jobb-e vagy rosszabb, mint ami volt az előző Modern Warfare-be, de... Nyomni kéne ilyen hasalásokat, meg ilyenek. Jaj, basszus. Ó, basszus. Snipernek mocsokja hangja? Hát az majd csak 20-as szinten lesz, nem? Kapták ott a bombázást. Annak meg valami shieldje van. Van baj. Ő tudta basszus. Fel tudom venni mástól? Ez igaz.
Got you covered! Reloading! We are taking Alpha. Lehetne kérni Shotty megnézést? Persze lehet. Lehet kérni Shotty megnézést. Ezután a meccs után átmegyünk rá, jó? Ó, basszus, két helyről is. Láttam az új Cyberpunk sorozatot? Nem még, de szeretném majd megnézni. Hétvégén a Hatalomgyűrűit nézem, meg a Cobra Kai-t. Cobra Kai-ból már csak az utolsó rész van. Volt valaki? Az igen. Hogy mögén került valaki. Amúgy ezt már csak azért is érdemes eldobni, hogy így jelzi neked a játék, hogy van-e valaki a kamerán. Még hogyha nem is nézel bele. Modern Warfare 2-ben mindent előről kell kezdeni, igen. Ahogy nézem, pontokba jól állunk. Ó, basszus. Van ez Store a bétában? Hát van, és meg lehet venni a játékot. Csak ennyi van, hogyha az számít. Én csak azért mondom így, mielőtt még valaki belekötne, kizó. Hogy pittyek, srácok, hogyha a kamera poziában van valaki? Mondjuk nem tudom, hogy hova tettem a kamerát. Basszus, és fölülről. A CP pontokkal mi lesz, azt át lehet vinni? Na, ezt nem tudom, srácok. Hűha, jó bénák voltunk, mondjuk nem is az elején csatlakoztunk ebbe a módba. Hát akkor azt mondtátok, hogy szeretnétek Shotty-t látni. Oké. Okay. Na, play of the game. Mikor lehet Xboxon és PC-n kipróbálni? Hát, ha így kérdezed, akkor valószínűleg 24-én. Aki előrendelte, az meg szerintem tudja. Azt szerintem tudja, hogy mikor. Azek 22-en. Már mint hogyha a PC-n akar meg Xbox-on játszani. Azt mondtátok, hogy Shotty. Gyorsan akkor ezt módosítjuk. Meg amúgy a hangokat is akartam állítani, úgyhogy kilépünk a matchmakingba. Hangokat is akarunk állítani. Edit. És akkor azt mondtátok, hogy a Shotty-t jó lenne kipróbálni. Jó, ezt is berakjuk a gázmizbe, de valószínűleg amúgy nem sok mindent tudunk rajta állítani. Hát konkrétan semmit. Konkrétan semmit nem tudunk ezen a Shotty-n állítani. De az ilyen stickereket rárakjuk. És akkor megyünk még egy ilyen third person módot. Sok helyen azt írják, hogy át lehet vinni. Aha.
Ja. Hoppá. Rossz billentyűzet. Azt mondja, hogy... Hát, én valami olyasmit olvasok, srácok, így a kodponttal kapcsolatban, hogyha van kodpontod a Battle.net-en, és megveszed Steamre, akkor valószínűleg nem kerül át, viszont hogyha a Battle.net-re veszed meg, amúgy oda meg lehet venni, akkor meg marad. Nem néztem a hangot végül. Na, nekem ez a beállítás van. Headphone, meg headphone bass boost, meg ilyenek vannak. És akkor ennyi gyakorlatilag. Nekem a headphone van beállítva. Igen, igen, Kerrigan, én is pont ezt találtam, amit írtál, hogy... Hogyha Steamre veszed meg, akkor nem tudod átvinni. Basszus, pedig nagyon jó poziba voltunk, mindenki mögött. Hát, fonbass boostot próbáljam ki, ott sem. És aki konzolos, hát azt nem tudom, srácok. Aszta! Milyen longshotot lehet lőni a shotival, azt láttátok? Ilyen. Ne ragudjatok, de ez a shoti gameplay eléggé érdekes. És ilyenkor magától lő a karakterem, na menj már, mi ez a gadget, azt a rohadt. Ez a shock charge, ez... Ez beszarás. Na, tehát most beállunk ide, és akkor megnézzük, hogy ez így micsoda. Á, értem. Double kill! Tehát ott nem megyünk át, mert az túl open. Fú, nagyon furán reagálnak a objektumok, amikor így... Amikor így a karakterem odaér. Na most nem sikerült a longshot. Azt, ez a flash. Elvileg lát valakit a kamerám. Ah, hát ott volt egy sniper, és ahogy látom. Ja.
A francba! És a sejmesen levegő ruhadarabokat nézted? Hol? Hol lehet olyanokat nézni? Ó, ez micsoda? Ott van. Wolf. Confirming next hard point. Stand by. Was kommt? Hostile SAE near your position. 6. Hard point relocated. Secure the target area. Nem jó. Hány gig a játék? Nem tudom. Na hát, még én is meghaltam. Destroyed, eltörték a kamerámat. Az ott most nem tárt. A francba! PC-n nálam azt mutatja, hogy 180-200. Jézus! Ja, már nem jönnek ide. Basszus, remélem megöli. Ó, pedig szeretném kipróbálni, srácok, azt, amikor így a csávó elövi az összes lövedéket a fegyveréből, mert kap egy sokkot. Ez amúgy rohadt menő. Ujjjjjj! Hanszpa. Lövés közben nem látni semmit. Ja, ez a flash. Ez a flash. Át kéne ilyenkor váltani. Ez a TPS játékmód, srácok. A francba. Ott kapta valaki a sok charge-ot. Juhé! Áh! Amúgy jó ez a shoti, csak én nem tudok shotizni. Miért vetődött a srác? Hova tűnt? A francba! Pedig sokkolni akartam őket. Nem baj. Setting
mine! Menj már innen, blokkol! Aha, már lehet vetődni is. Igen, igen, igen. Ez a magyar operátor? Szerintem ez az. Megijesztettél, haver? Na, a francba. Ez osztrák? Nem tudom, azt hittem, hogy ez az. De azért sikerült egyet lelőni. Amúgy lehet kóba nyomni, vagy még csak szóló. Szóló. Hát nem tudom, szerintem itt a kodokban nem nagyon vannak ilyenek, hogy szóló megjelen... Vagy igen? Francba! Jaj, barátok. Hát azért mondom, hogy a kódban szerintem nem nagyon vannak ilyenek, hogy ilyen szóló, meg duó, meg ilyen... Srácok. Hát persze, hogy lehet multiba nyomni. Volt olyan limitáció, hogy nem lehetett? A francba. Sotival ma is tíz. Nem megyek oda. Opa. Szerintem ő lőtt vagy 4-5-öt. Jézusom! De megijedtem. Ja, bocsánat! Tehát, hogy lesz, tehát, hogy most van-e kóp játékmódja a játéknak, vagy csak a kampány. De nem tudom, srácok, nem tudom, hogy milyen játékmódokkal érkezik. Egyébként. Azt nem tudom, sorry. Nem tudom, hogy milyen játékmódokkal érkezik a Modern Warfare 2. Ha ez a kérdés, persze. Ha nem, akkor nem tudom. Hát, azt hittem, hogy meghal. Na, végre. Megoldtuk az afkolót. Tessék, a kötelező kivégzést is most már végrehajtottam. Ah, francba. Azt hittem meg lehet csinálni. Amúgy meg lehetne csinálni, csak várom kellett volna. Azt mondták a srácok, hogy a Modern Warfare 2-ben, a régibe volt third person mód. De én azt sose játszottam. Ne! Na!
Hoppácska, 34 kill. Ezzel első vagyok az ellenfél Vix nevezetű éven. Nem tudom, hogy lesz-e gunfight, de azt is például szerettem. Furcsa, én nem találkoztam TPS moddal korábban, de érdekes. Én sem. De azt mondták a srácok, hogy volt. Ilyenkor mindenki TPS módban van, kötelezően, vagy választhatom? Hát nem tudom, hogy van-e rá gomb, hogy ne legyünk. Megnézem mindjárt, jó? Meg kipróbáljuk, amit mondtatok. Amúgy a hanggal nekem nem az a bajom, hogy nincsen basszus rajta, hanem az, hogy olyan doboz. Olyan doboz és olyan fura. Nagyon-nagyon fura, mint hogyha ilyen alfa módban lenne, alfa módban lennének a hangok. Mi volt a másik? Hogy van-e gomba arra, hogy FPS-be legyünk? Nem tudom, amúgy annak szerintem nem sok értelme lenne egy third person módba, FPS módban menni, de megnézem nektek. Movement, aha, ez valószínűleg amúgy nem az lesz. Külön gombot lehet rakni amúgy mindenre. Combat key, vehicle, overlay, aha. Nem látok ilyet. Combat Advance még ott lehet. Nem, én ilyet nem látom. Én ilyet nem látok, srácok. Amúgy mehet. Quick match. A végére. Mennyibe kerül ez majd PC-re? Nem tudom, srácok, Steamen fönt vannak az árak, hogyha valakit ez érdekel. Elcsapjátok Steam, vagy a Google, amelyiket szeretitek, amelyiket jobban szeretitek. Ja, nem itt kell írni. Halló, fudutj. 70 euró, és van a Vault Edition, ami meg, hát, drágább. Kérek szépen, ezek 100 euró. Lehetett váltogatni? Nem tudom. Lehet, hogy amúgy majd PC-n lehet nézetet váltani. Itt konzolon szerintem nem hiszem, vagy nem tudom. Én nem láttam rá gombot. Kicsit sok, nem? Single player-eket szerettem. Mármint, hogy sok-e? Hát, ha megnézed, mennyibe kerülnek a AAA játékok, ez miért lenne olcsóbb? Ennyibe kerülnek a AAA játékok. Ja, 100 eurósat néztem én is, az amúgy megérős. Mármint hogyha így persze szereted a kódokat, szeretsz kodozni, akkor 100 eurós csomag az nagyon megérős. Amúgy sokkal több értelme lenne, hogyha izét nyomné. Search and Destroy-t, vagy ilyen módokat. Ezeket a sima Team Deathmatch-et már nem tudom, így kinőttem. Bár lehet, hogyha újra kodozok, akkor megélvezni fogom, nem tudom. Azt hiszem, amúgy már átszoktam erre a PSS Sensi-re. Reloading.
Basszus. Na és az oldalsó ölt meg. Béta kulcsot. Nem lehet venni béta kulcsot, srácok. Hát az nagyon sokat kapom. Szerintem... Te neten talált... Hát figyelj, én is tudok neked eladni random dolgokat az interneten. Olyat is, ami nincsen. Tehát, hogy... Lehet venni béta kulcsot? Akkor viszont bocsánat. Akkor bocsánat. Jézus! Jó. A béta kulcsokat az, tehát hogy béta kulcsokat hogy lehetett szerezni egyébként, azon kívül, hogy veszek random oldalakon. Az. Tehát hogy az, akik előrendelték, azok kaptak egy plusz kódot? Ez úgy működött? Máshogy nem is nagyon lehetett ilyen bétát szerezni, béta kulcsot. Ott van, körbe szaladt már, van. Hatvanas, nem, 80, 80-an játszok, srácok. Hát nem tudom, hogy hogy lehet letartani, valószínűleg amúgy a PC-s aim kell. A PC-s szenzi kell nekem, le tudjam tartani. Hogy egyszerűen nem tudom letartani távolra a fegyókat. És így nekem megfelel. Én szeretem. Tehát, hogy talán még 90-et megpróbálom, de amúgy ez így nekem jó. Ja, nincs sok rajta, nincs sok attachment rajta, az egyszer biztos. Hogy akarnak amúgy? Na nézzük! Target mark! Request fire mission! Request the close air! Target mark! Hát, srácok! Legalább egy talált. Nem tudom, egyszer nem. Mint hogyha lehetetlen lenne megfogni. Changing back.
Ott volt fönt valaki pedig. Eskü láttam. Hát át kell menni. Itt leestünk. Hol az ellenség? Aha. Láttátok, milyen menő volt ez a kamera? Jesus. Nagyon menő ez a kamera, srácok. Azt a rohadt. Mission is complete. Good work. Kíváncsi lennék, milyen lenne, ha lenne benne rombolhatóság. Ugye emlékszem, hogy volt valamelyik kódban rombolhatóság, nem? Azt sem mondjuk, vagy a Cold War-ban, vagy a Black Ops, az sem volt valami hű, de nagy rombolhatóság, de volt bennem. Jó, Battlefield-ben volt persze, de valamelyik új kódban tettek rombolhatóságot. Na, srácok, az a kérdésem, van-e valami kérésetek, hogy valamit még megnézzünk-e? Valami fegyvert, vagy valami hasonlót, egy másik operátort, vagy valami ilyenek? Vanguardban volt egy-két felület, amit szétlőtt. Aha. Akkor azaz. Ja, de gondolom nem olyan rombolatóságra gondoltak, hanem mint ami izébe is volt. Battlefield. Sniper? Az a gond, sniperezni nem tudok, srácok, már hogy a sokkal nagyobb szinten van. Tehát, hogy a sniper az így 20-as szintű, a Marksman Rifle az pedig 23-as. LMG-t lehetne még megnézni. Csotit néztük. SMG-t se tudunk, mert az is 25-ös szinttől lesz. Mondjuk ezt még nem néztük, ezt az F-tacot. Ezt az F-tacot nem néztük, meg az LMG-t se. Amit még meg lehetne nézni. Hát én azt mondom nektek, ezt az F-tacot, ezt így berakjuk. Aztán az LMG-t is megmodoljuk, és akkor azzal is játszunk egy kicsit. Ez nem is az. Battle. Jó, és akkor most be van rakva? Be van rakva. Hát az LMG-vel level 20-ig? Á, nem. Még egy-két kör, srácok. Hát ezt nem akarom felrakni, ez egyértelmű. Ja, és kb. Ennyi. Hát akkor ilyen basic F-tacsal fogunk nyomulni. Nyomunk egy kopit. Ez lesz a 3. 3. És a 3-ba pedig lesz egy LMG, és akkor azt is kipróbáljuk meg. Amúgy 2 LMG is van. Aha. Ennek jobb a recoil kontrollja. Glitch segítségével használható az MP5 is. Ja, mondtátok, hogy be kell rakni az AR-t, meg a shotit, vagy nem tudom micsodát, és akkor úgy beadja. Xboxra nincs, srácok, első hét az PS exkluzív beta. Nem tudom amúgy melyiket kéne kipróbálni. Melyiken kéne játszani. Játszunk a Quick Play-en. Van-e ball bang? Én nem láttam. Új klassz, shotgun első slot, hunter perk pak, és első perk csere dupla primary fegyverre, és akkor elvileg berakja a másodikat.
Fegyvertől függ a wallbang, aha. Én nem tapasztaltam, nem nagyon tapasztaltam, hogy ilyet lehetne csinálni. Az utolsó Battlefield annyira rombolató volt, hogy az egész sorozatot lerombolták. Próbáld ki, hogy előveszed a pisztolyt a primary weapon mellett, nagyon adja, hogy nem rakjál teljesen először. Oksa, azt kipróbáljuk. Próbáljuk. Azt kipróbáljuk mindenféleképp, srácok. Mondtátok, hogy az menő? Megnézzük. Persze Golden Samurai. Belinkelhetitek, hogy hogy van a béta, még azt is belinkelhetitek nyugodtan, hogy milyen rewardok vannak, hogyha bétáztok. Köszi szépen, srácok. Na nézzük. Nézzük. Tehát LMG. Igen, nem rakjál. Nem tudom. Ezt a third personben lehet jól látni? Vagy ez hogy van? Vagy hogy kell ezt csinálni? Ja, LMG-nél lehet, hogy nincs, aha. Francba. Our UAV is orbiting the area. Enemies taking Bravo. Enemy UAV overhead. Two objectives secure. No. Planting mine. Throwing shock stick. Ez a shock stick, Jézusom. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Hoppá, megijesztettél. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat közben. Köszi szépen, Moga. Akkor jövőt kiszednénk. Hatta. Új. Peregjenek, srácok, a szvegek.
Jól hallottam valakit szaladgált. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Erről nem szeretnék beszélni. Ez az X-ez mindig megfett fingerelem. Csak assziszt lett. Gyorsan fejlődik amúgy nagyon az LMG. Csak a B-nál fog ilyen gyorsan tudni? Aha. Na, gyertek. Gyertek, hadd védjen meg ezt a pontot. Uha, ez az. Ez a mount mondjuk nem tetszik. Újj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 j
Nehéz amúgy az álló embert észrevenni. Ja, persze kéne foglalni a pontokat, igen, igen. Jó, hogy túl sokan voltak itt. Hogy állunk pontokkal? Aha. Többiek jól csinálják. Pedig nem akarom kiállokolni az MP-t. Újjój. A személy shot is. Amúgy lehet a shot így FPS módba adná. Na, hát csak mondom ez. Hogy meg fat finger, mondjuk nem tudom, hogy hogy csinálom, hogy hogy nyomkodom az, meg az X-et, ezt nem értem. Tehát, hogy... Na mindegy. Na,
a piros lábnyomot, mire észrevettem, addigra már halott voltam. Addigra már késő volt. Aha. No. Kéne mennem. Egy halt. Az három embert vitt el, srácok, az a gránát. Francba pedig nagyon közel voltunk az elfoglaláshoz. Wow, rám hívtak egy ilyen izét. Egy ilyen robbanós dit. Robbanós drónt. Francba? Már késő volt, nem figyeltem annyira. Hát lehet, hogy úgy javították kollektíve, hogy már nem lehet megszerezni az MP5-öt, de aki megszerezte, annak már meghagyták. A kövinek ezt a... melyik fegyvert kéne kipróbálni? Valami fura neve volt, nem emlékszem már, de hogy két fegyver. Igen. Jó. Azt nézzétek, mennyi attachment. Gyakorlatilag egy meccsel a felét megcsináltuk. Ez nem fele. Jézusom. Srácok, egy meccsen majdnem kimaxoltuk az LMG-t. Na, végére mehet egy kis Search and Destroy. És akkor hozzuk a. Azt F-tac, az a neve. Az F-tacot hozzuk. Szevasztok, srácok, köszi szépen Móga az újabb kettes feliratkozás ajándékozást, méghozzá COS Game számára a negyedik hónapot, illetve Dev Vector számára az első hónapot, és ne feledkezzünk meg Karillázról, akinek a második hónapját valósítottad meg. Köszi szépen Móga, köszi szépen a pergetéseket is, srácok. Köszi. Ja, azt hittem most így el lett indítva, de nem. Tehát nagyon zavaró lehet, srácok, de hogyha itt rányomtak arra, hogy quick play, akkor még nem indul el. Csak hogyha elkezditek keresni a meccset. Ez nekem fura volt. És nem is sikerült megszoknom. Egér billentyűzette játszok, srácok, azért láttok olyanokat, hogy hármas. Tehát, hogy hármas gomb például... nincsen egy kontrolleren sem. És az nem is azt jelenti, hogy háromszor akartam előrendelni a játékot. Itt, illetve itt is az R az azt jelenti, hogy
hogy a billentyűzeten kell megnyomni az R-t. Na, leszettem PS4-re, kíváncsi vagyok, PC-hez képest milyen. Hát, nekem konzolon játszani egér billentyűzettel is nagyon fura. Á, ez ilyen DMR? Hogy ez micsoda, srácok? Síró, szevasz! Köszi a 61-es síró. Ez ilyen fullos pózinak tűnik, srácok. Csak egy embert hadd lőjek el ebből a poziból. Felejtős mi? Srácok, peregjenek a szvegek sírónak. Amúgy ez az én fegyveremnek tűnik. Nem, nem látszódott, Isten. A francba. Mondjuk lehet, hogy ilyen közelről nem lesz az én fegyverem. Aha, hát ilyen közelről valószínűleg nem lesz az én fegyverem. Na tessék, felteszünk egy kamerát, az egyes itt lesz. Francba. Ugye már elég gyenge. Pedig menőnek tűnik. Na tessék, ott is van a triplás. A triplás. A francba. Hogy kezdődött a hét? Jól. Kódozással. A kódozás meg szeretem. Nézzen, itt kempel, fú. Jó, hát itt csak engem fognak szétlőni. Van? Pedig ott van. Tűha, hát nem tudom. Jézus! Jaj. Pedig most esküszöm, hogy nem nyomtam hosszan a deployt. Ez meg mi volt? Tehát, hogy rászpónolt az enemire? Overclock activated.
szemétje. Kicsit befostam. Lalalala. Requesting recon fire. Mi volt itt? Néztem a Fortis változtatásokat, aha. Ja. Nagyon sajnálom, RIP Combat Air, de az új sniper az így, Jézusom. Hát az így nagyon jó. Az új sniper. Hát most nem volt, hoppá, ki ez a srác? Ki volt ez a tripla killázó? Oda nézzetek, hát a Play of the Game-et behoztuk azért, még akkor is, hogyha ez egy foskör volt. Nem tudom. Nem tudom amúgy mit mondjak a DMR-re. Hát, hogy így... Nem. Nem tudom. Szerintem ebben a játékmódban a DMR nem megérős. Nem tudom. Olyan fura volt, vagy csak én nem tudom jól használni. Ha. 5 kill kellene amúgy a pisztolyjal. 10 meg a double time perkel. És akkor jönne a sok XP. Na jól van. Srácok. Én úgy vagyok most ezzel a PS5 bétával, amit így egér billentyűzettel játszottam, hogy tök okés. Tetszik, mint az első Modern Warfare, mármint a 2019-es. Jók voltak a módok is, ez a Knockout, a Prisoner Rescue és a Search and Destroy tetszett a legjobban, főleg mivel ezek ilyen kompetitív-szerű játékmódok, egyébként a Team Deathmatch meg a Domination is nagyon jó volt, a Third Person az nekem fura, és nem tudom, én nem kodoztam még így Third Personba, de nekem ez nagyon fura élmény volt. Örülök, hogy van ilyen is, és hogyha ez tényleg kísérletezés a játékmódokkal, az teljesen jó. Másik dolog, hogy ez a fegyver progress, amit itt láttok, hát nem tudom, hogy ez jó-e, de látványosnak látványos, hogy így meg lehet nézni, hogy mivel mit szereztél, hogy állsz a fegyverekkel, hogy áll a progressionöd, melyikből mit tudsz majd feloldani. Ott van például az M16 is. Ez így érdekesnek tűnik, srácok, de nem tudom eldönteni így per pill beta alatt, hogy ez most jó vagy sem. A hangok azok nekem nagyon furák. Ilyen doboz hang, de a lépéseket legalább jól lehet hallani, tehát hogy arra nincs szavam. A hang fura ettől függetlenül. Amit így mondtatok, de nem próbáltuk ki, hogyha erre szaladunk és... átváltunk pisztolyra, akkor nem teszi el teljesen a fegyvert, ez is amúgy menőnek tűnik. Az is menőnek tűnik, hogy így előre tudsz ugrani, futásból, hasalással, így vetődni, az is például tök menő. Mi volt még, amit kihagytam? Nekem tetszenek ezek a változtatások. Tetszik, hogy ennyi minden jött. És persze úgy, hogy ez amúgy nekem... Ez a játék ugyanazt az élményt nyújtja, mint a Modern Warfare 1, a 2019-es, mint a 3, mint a 2, és mint az 1, a korábbi részek. Nekem ez ugyanolyan fán volt. A hangulat ugyanaz, szóval, hogyha ezek a fancy változtatások titeket annyira nem érdekelnek, akkor is a hangulat az ugyanaz. És igazából nekem ennél többre nincs szükség. Azt viszont sajnálom, hogy ezekkel a kodokkal ilyen rövid távra terveznek, de hát ez már csak az én problémám. Ha megvettétek a Vault Edition-t, akkor már bétában is játszhatatok a skinekkel és a blueprintekkel.
be lehet állítani valahogy, hogy bizonyos pályát ne dobjon be. Olyat lehet beállítani, amit itt is látok, hogy milyen playlistet akartok játszani. A Team Deathmatch és a Domination. Ilyet lehet állítani. Itt a Quick Matchnél. Többinél nem tudom, hogy mit lehet beállítani. De szerintem nem lehet pályára szűrni. Csak játékmódra. Ja, úgyhogy ennyi. Ja, és hogyha nyomjátok a PSB-tát még, akkor figyeljetek arra, hogy hiába kapcsoljátok ki a voice chat-et a beállításokba, a konzolon is, majd a kontrollen is kapcsoljátok ki, mert hát akkor hallani fogják mások, ahogy éppen élvezkedtek, hogy úristen, mekkora isten császárok vagytok. Ja, és igen, ez is kérdés volt, van FOV beállítás, 60 és 120 között lehet mozogni. Illetve elvileg konzolon is van most már, lehet, hogy amúgy eddig is volt, de van 120 Hz-es támogatás, nagyobb képfrissítéses támogatás, csak nekem most ezt nem sikerült összehoznom. De van elvileg. Az nem baj, hogyha hallják, mekkora király vagyok? Hát jó, csak most akkor kilépnek, érted? Megijeszted az ellenfeleket az üvöltözéseddel, a kilépnek. Hát kit fogsz tudni megölni? Ja. Úgyhogy, srácok, én élveztem ezt a kodot, ezt a bétát. Ha jön a PC béta, ki fogjuk próbálni, hogy így milyen a PC-s verzió. És ha pedig megjelenik a játék, akkor mindenféleképpen nyomom sokáig, és hard módos meccsek is lesznek. Ennyit erről. Remélem, hogy tetszett nektek, hogy így meglestük a bétát, én nagyon-nagyon élveztem. Jó volt egy kicsit újra kódozni.